No, kedves nézők, szeretnék elmondani két történet. Egyik az egy vicc lesz, a másik pedig, amikor nagyon sok szülő, barát hozzátartozom, mondja, hogy egy kicsikét határozott vagyok a tanulókkal, valaki még azt mondja, arrogáns is vagyok. Nem vagyok az. Én csak azt szeretném, hogy életbe maradjanak mindenki az utakon. Ez a szakma nem arról szól, hogy valakinek könyörögni kelljen, vagy piros szőnyeget kigorítani neki, hogyha még átmegy a piros lámpán, vagy akármin, hanem itt igen szigorúnak kell lenni, és ezt szigorúan meg kell tanulni. Szó szerint meg kell tanulni mindent, szó szerint. És sokan azt mondják, hogy kicsikét sajnálják a tanulókat. Ez nem csak nálam van, Budapesten, bárhol, mindenki. Jaj, szegény tanuló, sokat kell tanulni neki, nem fog menni, meg le van terhelve, meg akkor mit tudom én. Na, de vannak olyan tanulók, akik otthon vagy a baráti társaságban viselkednek úgy, ahogy. Vagy egy kicsikét otthon el vannak kényeztetve, mert soha nem kell nekik csinálni semmit. Még a kenyér is csak felszeleteltet vehet, nehogy elvágja a kezét. Ezek a tanulók amúgy általában olyan tanulók, akiben két ember lakozik. Az egyik az, amikor otthon úgy, mint egy macska, úgy hízeleg, nyím, meg nyámok, hogy valamit megkapjon, viszont ha nem kap meg valamit, akkor dühös lesz, úgy ordít, mint a sakál, és mi ennek a tanulóknak általában nem ismerjük ezt az oldalát, csak a forgalmi vizsgán. Most kezdek a viccel, utána pedig a történettel. Azért kell megtanulni a feladatokat, a parkolást, meddig megyünk, hogy csináljuk, mikor tekerjük a takormányt, hátra kell nézni, sebesség, irányjelző meglegyen, jobb irányjelzővel megállunk, majd ha tesszük az egyest és megmozdulunk, akkor bal irányjelzőt. Szóval mindennek szóró-szóra patika mód kell menni, különben baj lesz belőle, ha nem úgy csináljuk, mert nem úgy sikerül, hogy valami olyan hiba csúszik bele, ami sikertelen vizsgát eredményez. Most mondom a viccet, például van olyan, amikor két barátnő tanálkozik, és mondja az egyik a másiknak, te képzeld, az én barátom mindenáron azt akarja, hogy kapjam be neki. De hát én még sose csináltam ilyet, az, hogy nem tudnál segíteni, hogy hogy kell, meg mit csináljak. Azt mondja másik, ó, dehogy nem, figyelj! Hazamentek este fürdés után, bekapod neki, és egyfolytában azt mondja neki folyamatosan, hogy Honolulu, Honolulu, miközben be van kapva a szelszáma. Honolulu, Honolulu. Érted? Azt mondja, értek én mindent, oké, fasz, ha úgy lesz, megyek haza. Másnap tanálkoznak megint, és a barátnő össze-vissza verve tiszta kék-zöld. Azt mondja, hát veled meg mi történt? Hát képzeld el, úgy csináltam mindent, ahogy mondtad, fürdés után, azt mondja, bekaptam neki, és egyfolytában mondtam neki, hogy Kamcsatka, Kamcsatka. Jaj, azt mondja, hogy itt a baj, hát én nem Kamcsatkát mondtam, hanem Honolulu. Na képzeljétek el, én is, amikor elmondom egy tanulónak, hogy mit kell csinálni, és azt nem jegyzi meg, előbb-utóbb biztos, hogy ebből sikertelen vizsga kerekedik ki, mert elrontja, nem néz hátra tolatásnál, jobb irányjelzővel indulunk el, meg stb. És van olyan tanuló, amit sokszor a saját szüleje is se hisz el, meg nem tud róla, mert le fogja tagadni. Van olyan, hogy sajnos, amikor a vizsgabiztos kimondja jogosan, de nagyon jogosan a sikertelenséget, a tanuló, képzeljétek el, még a jegyzőkönyvet se akarja aláírni, és amikor kiszáll a kocsiból, a szívem szakad meg, úgy beveri az ajtót, hogy majdnem kirepül az üveg. El akar szaladni, de úgy beveri az ajtót, a múltkor is beverte egy fiú, mert ő egy elkényeztetett. Három lánytestvér, meg egy fiú, aki, jaj, a fiú, nem kellett neki csinálni semmit. Majdnem belementünk egy kocsiba, nem is fékezett, és én nekem kellett fékezni, mert egy kocsi kijött elébünk. Nyilván szabálytalan volt a kocsi, de mit csinálunk? Úriember módjára le kell mondani az elsőbségünkről, kötelező, kézzel, lábbal, körömmel nem ragaszkodhatunk az elsőbségünkhöz. Mert ugyebár, ha meg tudjuk azt tenni, hogy ne ütközzünk, akkor tessék, okos enged, szamár, szenved, fékezünk mi. És akkor, amikor kijött az a kocsi elébünk, láttam, nem volt szemkontaktus, az a sofőr nem is nézett ránk, egyszerűen kijött elébünk, és ez a fiú, a tanuló nyomta a gázt, nyomta még jobban. Kuplunk, fékezek, hogy ne menjek neki, sikertelen lett a vizsga, és megkérdezte a vizsgabiztos tőle, hogy uram, azt mondja, maga, ha elsőbsége van, ragaszkodik hozzá? Azt mondta, körömmel,
mindennel ragaszkodok. Na látja, ez a baj. Ezért lesz sikertelen a vizsgája, mert ha úgy van, hogy ütközés lesz ebből a ragaszkodásból, vagy halál, vagy baleset, akkor ez a baj, hogy így gondolkozik sok ember. Ez így nem működhet. Itt úriember módjára lemondunk az elsőbségünkről, hogy hadd érjen haza mindenki, mert mindenkit hazavárnak. És a vizsgabiztos jogos döntést hozott, nagyon jogosat, és ez a gyerek, amikor kiszállt, úgy bevert az ajtót, és képzett, úgy bevert, hogy azt hittem, kihullik az ablak. Elment. És akkor utána kapok egy üzenetet, hogy ebbe a autós iskolába ő többet nem akar itt lenni, megyen másikhoz, mert itten a vizsga útvonalak nagyon nehezek. Hát ilyen butaságot csak buta ember hordhat össze, értitek? És hiába ő kedvenc gyerek volt otthon, meg szerették, de ez nem érdekel senkit a közúton, értem, hogy kit szeretnek, meg kit nem. Próbáljunk meg a játékszabályokat betartani. Szóval nem Kamcsaka, hanem Honolulu. Az legyen, amit én tanítok. Érthető? Mert én igyekszek a tudásom legjavát adni, és ez nem úgy van, hogy azt ott megtanuljuk, nem fog sikerülni a vizsga. Na, köszönöm szépen!